Sziasztok! Visszatértem. Említettem, hogy fogok csinálni egy videót arról, hogy összehasonlítok néhány páncélt. Az egyik az a Cyrell páncél, amit igazából egy küldetésben lehet megszerezni, az Oxford réme küldetésben. A másik a medvepáncél és a macskapáncél. A Cyrell páncél az 29-es szintű, és hát meglepően hatékony. Szemben a 34-es és 34-es szintű medve, remekmű medve páncél és macska páncéllal. Tehát ahhoz képest, hogy 29-es szintű csak a Cyrell páncél, ehhez képest sokkal jobb. Tehát sok szempontból jobb, mint ezek a remekmű Witcher páncélok. Most akkor nézzük, hogy ez számokban mit jelent. Lássuk akkor a páncélokat. Tehát itt egy ilyen Cyrell páncél van rajtam. Nem tudom, milyen nadrág, nem tudom, milyen cipő, végül is teljesen mindegy, egy egész jó felszerelés van, és akkor nézzük, hasonlítsuk össze a macska páncéllal. Hát számadatok szerint sok szempontból jobb, mint a macska páncél. Egyedül az elemi ellenállás, ami számottevően erősebb a macska páncél esetében. Ehhez képest sokkal egyszerűbb beszerezni, tehát sokkal alacsonyabb szinten már rendelkezésre tud állni. És akkor nézzük a medvepáncélt. Hát a medvepáncélhoz képest meg talán még jobb. Mondjuk a medvepáncélnak az adrenalin növelése az sokkal jobb, de meg talán kicsivel jobb a szörnyek sebzése elleni ellenállás, de gyakorlatilag annyival nem jobb, mint amennyiben magasabb szintű a medvepáncél. Szóval én azt mondom, hogy itt ilyen 32-3-as szintig ez a Cyrell páncél szerintem mindent ver, ami lehet, és nem vagyok benne biztos, hogy 34-35-ösnél medvére vagy macskára érdemes átváltani. Na, nagyjából ennyit szerettem volna mondani. Amennyiben tetszenek a videóim, akkor a jobb alsó sarokban megjelenő gombra klikkelve feliratkozhatsz. Remélem találkozunk még. Sziasztok!